Augusztus 24-e és 29-e között rendezte meg a 24. térségi kertészeti és élelmiszeripari kiállítást az Aranyhomok Kistérség Fejlesztési Egyesület Kecskemét főterén. A Hírös Hét Fesztivál hagyományos kísérő rendezvényén a térség települései mutatják be gasztronómiai és kézműves értékeiket, turisztikai kínálatukat. Tavaly a járványhelyzet miatt erre csak korlátozott keretek között volt lehetőség. Idén azonban újra találkozhattak egymással és a rendezvényre látogató emberekkel a polgármesterek, települési elöljárók és művelődési szakemberek. Jelenleg 14 önkormányzat mutatja be a természet és élelmiszeripari kincseit ezen a kiállításon. Tiszakécskétől egészen Lajos Mizséig terjed ez a kistérség. A térség tulajdonképpen a megye lakosságának egyharmadát és a területének egyötödét fedi le, tehát egy hatalmas térségről van itt szó. Igazából a bemutatkozás az nagyon fontos, és évről évre készülünk arra, hogy mindenféle újdonságot hozzunk, és egymással is megismerkedjünk, tehát ez egy közösségépítő, közösségkovácsoló rendezvény is, egymástól is sokat tanulunk, és természetesen az új termékekre is szeretnénk felhívni a figyelmet, és természetesen arra, hogy a helyi élelmiszert ismerjük meg, az egészséges módon előállított helyi élelmiszert, ezt a részesítsük a vásárlásunknál előnyben az év további napjain is. A rendezvény egyik csúcspontja a térségi települések felvonulása volt idén is. A művészcsoportok Kuna Lajos és zenésztársai felvezetésével a 0 km kőtől indultak, és a Téra térben színpadához érkeztek meg, ahol gálaműsort adtak a kecskeméti közönségnek. Először is nagyon örülök, hogy a járvány helyzet most már megengedte, hogy itt teljesen szabadon és maszk nélkül és mindenféle korlátozások nélkül a város főterén a környező települések bemutatkozhassanak, és itt mögöttem Helvécia, mellettem Ballószög településnek a faházát láthatjuk, ahol a helyi termékek, a helyi termelőknek a terményei, ballószögi polgármester úr Somogy Lajosnak a bora, illetve mézes kalács, illetve helvéciai termékek is megjelenhetnek, és itt a megyeszékhelyen meg tudják mutatni magukat a kis települések, és meg tudják mutatni, hogy milyen értékeket halmoztak föl. A kiállítás ideje alatt a pavilonok között verseny is zajlott. A szakmai zsűri már kedden délután elindult, hogy körbejárja a faházakat, és véleményt formáljon a települések idei arculatáról és kínálatáról. Nem lehet azt mondani, hogy évről évre ugyanazt látjuk, mert minden évben új és új installációkat látunk a standokon, úgyhogy nagy élmény szerintem minden egyes zsűritag számára, hogy egy-egy település milyen formában tér vissza a következő évben. Tehát nem mindig ugyanazokat a termékeket jelenítik meg, nem mindig ugyanazok a motivumok jelennek meg az egyes standokon. Úgyhogy hiába ilyen kicsik a standok, sőt néha egy-egy standot kettő település is bitorol, ennek ellenére ilyen kis helyen is nagyon szép kiállítást tudnak rendezni. A kormányhivatal 2017. január 1-e óta foglalkozik behatóban a vidékfejlesztéssel. Ezt azért mondom, mert az általam vezetett főosztály 17. január 1-e óta tartozik a kormányhivatal égisze alá, egy önálló főosztályként, és ugye az agrális vidékfejlesztés támogató főosztály vagyunk mi. A mi feladatunk az agrár és vidékfejlesztési támogatásoknak a gazdálkodókhoz, illetve a vidéki szereplőkhöz való eljuttatása. Éppen ezért tudom mondani azt, hogy a kormányhivatal számára is nagyon fontos, hogy a vidéken élők életkörülményei javuljanak. A seregszemle eredményeit pénteken délután hirdették ki. Kecskemét megyei jogú város egyik díját Kun Baracs önkormányzata kapta. Az elismerést dr. Salac László országgyűlési képviselő adta át.
Kecskemét és a környékbeli települések ezer szállal kötődnek egymáshoz. Ide járnak a környékbeli települések lakói dolgozni, iskolába, és természetesen a lakosságcsere is már megvalósult. Eddig egy irányú volt, Kecskemét felé költöztek inkább befelé, most már Kecskemétről is sokan költöznek ki a környékbeli településekre. Nagyon fontos, hogy ezek a települések ne váljanak alvó településé, minden településnek legyen meg az identitása, legyen meg az a különlegesség, ami miatt fel lehet nézni rá. És úgy érzem, hogy ez a kiállítás ez kiváló alkalmat biztosított arra, hogy ezek a települések meg tudják mutatni önmagukat. Kumbarac kis település, a Kecskeméti János legkisebb települése, 676 fős lakosságával, és úgy gondoljuk, hogy mivel a legkisebbek vagyunk, egy kicsit a végeknek is érezzük magunkat, és nagyon fontos, hogy minden bemutatkozási lehetőségen ott lehessünk, megmutathassuk azt, amink van. Gyakorlatilag a Homokgyöngye Kertészet 2015 óta tevékenykedik közfoglalkoztatási mintaprogram keretében, zöldségféléket termeszt, szamócát, és a felesleges termékeket pedig, amit nem tudunk helyben értékesíteni, azt feldolgozzuk. És így van itt most a szamóca lekvár, a nagy ételízesítője és a darált piros paprikánk, illetve az új termékünk, az az édes burgonya. A kumbaracsi állattenyésztő mérnök Hegedűs László egy különleges, eddig hivatalosan el nem ismert jófajta tenyésztésével foglalkozik, amiről lelkesen mesélt az érdeklődőknek a kiállításon. Ez a kecskeméti sárgafejű juh, amit itt Kecskemét környékén tenyésztettek, igazándiból az emlékezet szerint az 50-es években indult el a nagyobb példányszámú tenyésztése, aztán amikor a juhtejnek és a juhtermékeknek nagyobb keletje, piaca volt, illetve egy nagyobb felvásárló kapacitás jelentkezett, akkor ezt fejték is, tejtermelésre szelektálták, de megmaradt a hústermelése is, aztán ahogy erre a kereset visszaesett, a juhállomány is megcsökkent. Most én így jártamba, keltembe találkoztam ezzel a juhval, egy tenyésztővel felvettem a kapcsolatot, és ugye megtudtam, hogy milyen állapotban van ez a juh, ugye nem elismert fajta, jelenleg nincsen tenyésztője, és ezért, mivel én állattenyésztő mérnökként végeztem az egyetemen, úgy gondoltam, hogy egy testhez álló feladat lenne, hogyha vásárolnék ebből egy pár darab állatot, ezt tenyésztésbe venném, és ha már tenyésztem, akkor megpróbáljuk, mint önálló fajta elismertetni Magyarországon. Kecskemét megyei jogú város nagydíját idén Tisza Kécske önkormányzata vihette haza. Itt lakunk a Kecskemét környezetében, kis települések, kisebb városok, igenis nagyszerű, hogyha egy nagyobb városban bemutatkozhatnak, és bemutathatják az értékeiket, a város vagy a település értékeit. Én szerintem ez nagyon fontos, nem mindenki, nem azt mondom, hogy nem lehet eljutni a kisebb térségekbe, de lehet, hogy nem mindenki jön el, vagy nem tud eljutni, és egyszerűbb itt egyszerre látni a térségeket egyben, nem pedig külön-külön. A szakmai zsűri tevékenységével párhuzamosan a közönség is értékelhette a térségi kiállítás pavilonjait. Az Aranyhomok Kistérség Fejlesztési Egyesület a legnagyobb közösségi oldalon közönségszavazást indított, amelyen Kerekegyháza kapta a legtöbb voksot. Idén az Kerekegyházi Művelődési Házban működő életmódklubunkat kértük meg arra, hogy segítse nekünk a kiállításnak a berendezésében. Ők nagy örömmel vállalták ezt a feladatot, és egy piaci életképet gondoltak, hogy az milyen találó lenne ide, hiszen piac mindenhol van, minden városban van, mindenkinek egy kicsit a szívéhez közel áll a piac, és ezt úgy látom, hogy nagyon szépen megoldották a feladatot a szívünkhöz közel álló klubtagok. A kiállítás bemutatkozási lehetőség a térség településeinek, emellett fontos terepe a kapcsolatépítésnek és a tudatos vásárlás népszerűsítésének. Hogyha valaki eljön ide a térségi kiállításra, akkor azt gondolom, hogy itt a Lajos Mizsai sátornál is, de valamennyi sátornál szerintem nagyon sok olyan dolgot lát, amit egyébként az településekről esetlegesen nem is tud. Az idei évben tulajdonképpen azt gondolom, hogy a különlegességek között föl lehet sorolni azt, hogy van Lajos Mizsén egy termelő, aki körülbelül egy fél hektáros területen citromot termeszt, és elhoztuk a citromnak a képeit, illetve a citromot magát, amit ők termesztenek, illetve hoztunk tőlük szamócát, szamóca sűrítményt, amely szintén ők forgalmaznak. Tehát ők először jelentek meg ebben az évben, de vannak, akik a különböző
savanyúságokkal, illetve egyéb gyümölcslevekkel foglalkoznak, azokat is elhoztuk a szokás szerint a lajosmirei gazdáknak a terményeit, amelyek azt gondolom, hogy minden évben elnyerik a ide látogatóknak a tetszését, hiszen nagyon finom és szép terményeket lehet Lajosmizsén kapni. Ha azt mondom, hogy ha valaki Lajosmizsére jön, akkor mindenképpen érdemes kijönni most az megújult iskolató környékére, amely azt gondolom, hogy sokak örömére újult meg, és egy igazi kis turisztikai és pihenőközpont tud lenni a következő időszakban. Nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy az ország egyik legnagyobb gabonamalma, a Júlia Malom nálunk üzemel. Büszkék vagyunk a PNP Pékipari Kft-re, amely elsősorban pékipari, tehát sütőipari termékeket készít, és van egy nagyon klassz borászatunk, a Poják borászat, akinek szintén a dínyeltes borait hoztuk el a mai kiállításra. Illetve ezen kívül még egy bio zöldség termesztőnek a termékei is megtalálhatók a standunkon. Ballószög életében jelentős változások zajlanak, a település nagyközséggé válik, közölte az örömteli hírt Somogyi Lajos polgármester. 3000 fő fölötti települések kaphatják meg a nagyközségi címet, ezt már 2006-ban elértük, tehát ez nem mai keletű dolog, de most az elmúlt 10 évnek a fejlődése, fejlesztései, azért az intézményi hátteret, az alapszolgáltatásokat is olyan szinten meg tudtuk újítani, mind infrastruktúrálisan, mind működésben, ami már azért predesztinálja azt, hogy amikor elértük a 4000 főt, akkor most már bátran mondhatjuk magunkról, vagy mondhassuk magunkról, hogy nagy község vagyunk. Mi most nem a termelőinket, vagy a terméseinket hoztuk el, hanem a helyi értéktárból válogattunk. Ugye ez Rinyini Erzsike, a helyi értéktárbizottságnak a vezetője, és ő mutatja be mindig a standunkat. Festőink, fogadhajtóink, Nyúl Zoltán fogadhajtó, Gáspár Zoltán, Nyúl Katalin fogadhajtó munkássága, nemrégiben elhúlt Grof Zoltánnak a munkássága található itt, az Rinyi Mézes Kalács, kézműves szappanok, és sok minden egyéb.